Munkácsi, Csontvári, Bortnyik, Tihanyi, Abanovák, Gulácsi. Mindannyian a magyar festészet klasszikus alakjai, de ezentúl az is összeköti őket, hogy 100 millió forint feletti leütési árat értek el alkotásaikkal a hazai műtárgypiacon. Csontvári 4 képpel is szerepel a legértékesebb 10 magyar festmény között. Az első helyen a Traui táj naplemente idején című alkotása áll, melyért 240 millió forintot fizetett egy elszánt vásárló. Második helyen végzett 230 millió forintos leütési árral szintén Csontvári festménye, a Rendezvous, és harmadik helyen Holt versenyben Munkácsi Mihály Poros út című festménye, és Tihanyi Lajos egyik festménye kelt el 220 millió forintért. Na de beszéljünk a kortárs magyar festőkről is, akikért megőrülnek a befektetők. Egy hazai hírportál tavaly év végén adta ki a Magyar Művészek Aukciós Piaca című kiadványát, melyből kiderül, hogy az élő művészek alkotásai listájának élére Bozó Szabolcs robbant be. Tavalyi aukciós forgalma 401,4 millió forint volt, vagyis ekkora értékben vették meg a képeit világszerte. Legdrágábban elkelt képéért 64,7 millió forintot fizettek. A lista második helyén Keserű Ilona áll, őt pedig Maurer Dóra festőművész követi.